A Sepsiszentgyörgyi közönség már megismerhette, a kolozsváriaknak pedig a hétvégén mutatják be Bodzs Zsuzsa ünnepnaptár című könyvét, amely különböző erdélyi régiók ünnepnapokhoz fűződő szokásait, hagyományait mutatja be. A szerzőt köszöntöm a stúdióban. Szervusz Zsuzsa, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm a meghívást. Most hát kezdjük talán azzal, hogy ugye egy oktatási segédjegyzet sorozat része, pontosan miről van szó, ki adta ki? A Romániai Magyar Néptánc Egyesületnek a sorozatáról van szó, annak is a negyedik kötetéről. Volt már egy néptánc, amit Köncei Csongor írt, tehát egy néptánc című kötet, aztán egy másik a népzenéről, Sinkó András írásában jelent meg, és a harmadik, az ezelőtti, az a népi játékokról szólt. És akkor ez a negyedik népi játékokat Benkő Éva és Prezsmer Boglárka írta. Mi a szerkezete, hogyan épül? Ugye a tartalmat lapozva van egy kerekív. Igen, a naptári ünnepekkel kezdem, aztán utána az emberi élet fordulóiról írok szokásokat, és aztán a gazdasági ünnepekről, tehát a gazdasági szokásokról. Ezt hogyan csoportosítja a néprajz? Hogyan csoportosítja? Úgy tudom, hogy van három vagy négy kategória, amelyben a szokásokat ugye listázzák. Ehhez ragaszkodik a könyv is, vagy ehhez képest van nevés? Nagyjából ezt követtem én is. Igyekeztem a változó időpontú szokásokat olyan, tehát például a farsangot akkor azt a februárhoz tettem, a húsvétot áprilishoz. Igyekeztem így csoportosítani, hogy átláthatóbb legyen. Milyen tájegységekre vonatkozik? Van benne moldva keletről, tehát moldvai anyag van, kevesebb, felcsík, háromszék, nyárádmente, marosmente, mezőség, kalotaszeg és egy kis párcium. És hát tekintettel arra, hogy ugye egy oktatási segédanyag, vagy legalábbis kiadói szándéka szerint az, mit kínál, mi a célja? Alapvetően gondolom a pedagógusoknak szól, és hát egy olyan fajta háttér, tudást, készletet kínál, ami a pedagógusi munkához kell. Így van. Én arra gondoltam, hogy annyi szakmai jellegű kiadvány jelent meg, hogy ideje lenne akkor egy olyan kötetet megmutatni, amelyben az is megérti belőle, aki nem, tehát nem rendelkezik szaktudással, nem érti esetleg a szakterminusokat, tehát hogy közérthetőbben. Nem csak pedagógusoknak szántam, mert felsőbb tagozatú diákok is, tagozatos diákok is használhatják, ők is találnak, teljesen laikusok is találnak kedvükre való témát benne, szerintem. Gazdag képanyaga van, közben a plazmában azokat a képeket látjuk, amelyeket a könyv is használ illusztrációként, illetve hogyha a hátoldalát ütöm föl, akkor hát egy kis plusz dolog is ott van, talán DVD, vagy mit társítottatok hozzá. Én még a fotók kapcsán akkor megemlíteném nagyon fontos Ádám Gyulának a neve, mert hogy szerintem nagyon nagyot emelt a kötet minőségén az ő fotói, és a Kriza János Néprajzi Társaság folklór archívumából használtam fel az archív fotókat. És igen, ami a kötet végén található a borítón, az egy DVD melléklet, népszokásokat megjelentető riport anyagokkal, van benne egy gyermeklakodalom, egy felcsiki gyermeklakodalom, és a különböző ünnepkörökhöz társítható szokásokról anyagok. Ugye neked van egy olyan háttered is, ami a tánchoz, táncoktatáshoz kötődik, nyilván, hogy ez egy fontos tapasztalat, főleg, hogyha a pedagógiai vonatkozásokról beszélgetünk. Itt mindig fölmerült annak kérdése, hogy mi a relevanciája ma ezeknek a szokásoknak? Miért kéne erről tudni? Hát most beszélhetnék csak arról, hogy mennyire kötelességünk ezt megőrizni és továbbadni, de én inkább azt a részét domborítanám ki, hogy nagyon jó ezekkel foglalkozni. És én valóban először, tehát néptáncosként fogtam bele a népszokások kutatásába, néprajzra is így kerültem később, tehát az egyetemre, mert hogy éreztem, hogy nem elég csak a mozdulatokat megtanítani, olyan háttértudást kell ugyanakkor átnyújtani a gyermekeknek vele, amivel az egész
az egész indokolt, tehát hogy megértik, hogy miért van. Mert egyébként akkor csak ilyen hangtechnika, vagy tánctechnika, mozgástechnika volna az egész, és abból már úgy gondolom, hogy van éppen elég sporttevékenység. Hát nyilván ugye a tánc az valószínűleg nem csak arról szól, hogy milyen kulturális kontextusban születik meg. Hirtelen csak az jutott eszembe, és azért akadtam meg egy pillanatra, mert hogy táborokban itt-ott találkozni mondjuk japán cimborákkal, vagy kanadai érdeklődőkkel, vagy amerikaiakkal, akik hát tág pupillákkal és még tágabbra nyílt fülekkel hallgatják ezt a zenekultúrát, és nézik ezt a mozgáskultúrát, és nagyon izgalmas őket látni, hogy miként közelítik meg ezt idegen szemmel. Egy japán táncáról nem tudnám azt mondani, hogy hiányolom belőle ezt a szokásokra vonatkozó tudást, azonban, de ez egyik kérdésem az lenne akkor, hogy ez ilyen szempontból fontos-e, ugyanakkor nyilván, hogy saját kultúránkról évén szó, ezek fontos támpontok a tájékozódáshoz. Igen, tehát a mai világban, amikor ugye a globalizációnak az idejét éljük, mindenben ugye az uniformizálódás van, eltörlődnek ezek a sajátosságok, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyermekek érezzék meg, nem csak a gyermekek, mert ez, tehát a felnőtteknek is felhívnám rá a figyelmét, hogy ne ugyanúgy olyan esküvőkre járunk, születésnapokra, olyan szilveszteri mulatságokra járunk, ami akár, tehát Amerikában is ugyanígy ünnepelnek, hogyha mi ezekre nem figyelünk oda tudatosan, akkor ezek szétesnek darabjaira, ezek a szokáselemek, és úgy már nem lesz maradandó. Világos. Most egy picit visszacsatolnék a pedagógiai aportjára ennek a munkának. Gyermekfoglalkozásokat is tartasz, kézművesként működsz, úgyhogy szinte te spektrumát lefeded ennek a tevékenységi körnek. Egy pedagógus számára miként válik ez hasznossá? Nyilván a háttértudástól függetlenítve, mondjuk módszertani szempontból. Én ki is emelem ott, hogy a pedagógus nagyon sokat tud hozzátenni azzal, hogy ilyen jellegű kutatómunkát is tud elindítani, hogy gyermekekkel, tehát hogy ezzel fel tudják hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy esetleg ott, ahol nagymama, nagytata lakik, akkor ott ugyanilyen érdekes dolgok találhatók, de ehhez nagyon fontos, hogy akkor ne ünnepekben gondolkozunk, hanem ünnepkörökben, és hogy ezeket az ünnepköröket próbáljuk bevinni a mindennapokba, tehát hogy az ünnepnek a magasztosságát, ezeket a kézműves foglalkozásokba is, hogy ne csak ilyen ügyességi próba legyen az, hogy akkor most meg tudom-e írni azt a hímes tojást, vagy tudok-e faragni valamit, ott krikszkrakszot faragok bele abba a botba, hanem hogy ezeknek a mintáknak jelentésük van, ezek valaha óvó-védő funkcióval rendelkeztek, amik nyilván most már nem maradtak így meg, de át lehet örökíteni, tehát hogy ezek a régmúltból vett elemek támpontot tudnak nyújtani a mai világban. És itt van egy fontos támpont, csízió, ez az utolsó felütés, a fejezet gyakorlatilag, nem fejezet igazából, hanem egy olyan rész, ami azzal kapcsolatos, amit te mondtál, ez micsoda? Ez a csízió, ez hát régebb nem ezt jelentettem, egy 24 soros ilyen rímbeszedett örök naptár volt. Igen. Na hát én nem rímbeszedtem, ha bár vannak benne rigmusok, de úgy gondoltam, hogy ha valaki kinyitja a kötetet, akkor gyorsan át tudja futni, hogy akkor most januárban milyen jeles napok vannak, amikről lehetne foglalkozást indítani a gyermekekkel, és akkor ott összesítve van a végén. És zárjuk akkor azzal, hogy holnap, aki kedvet kapott hozzá, és még többet meg szeretne erről tudni, könyvbemutatód lesz hol és milyen rendezvény keretében. Pontosabban szombaton lesz, tehát szombaton. November 25-én, 16 órától a Béketéri Diákművelődési Háznak az első emeleti zsebtermében, 16 órától azt hiszem mondtam. Azért jutott eszembe egyből holnap, mert holnap kezdődik a kolozsvári tánc találkozó. Igazából és hát már ma is. A nézők figyelmét, hogy nagyon izgalmas előadások vannak, úgyhogy aki hozzá, kedvet kapott hozzá, társulni szeretne ez a történet, ez akkor keresse Facebookon. És szeretettel várjuk. Szeretettel várjátok. Zsuzsa, köszönöm szépen, hogy itt voltál.